Hol van Magyarország helye most az Európai Unióban? Európai Unióban van a helye. Szerint az, hogy a csehek negatívan beszélnek rólunk, ezt mennyire kell figyelembe venni? Maradunk az Európai Unióban, vagy kisodródunk? Nem a csehek beszélnek rólunk így, hanem egy cseh miniszter fogalmazott így. Azt gondolom, hogy nagyon messze áll a cseh társadalom döntő többsége által képviselt véleménytől mindez. Korrupció ellenes apparátust hozunk létre, nem lett volna egyszerűbb csatlakozni egy meglévő apparátushoz, nevezetesen az Európai Ügyészséghez? Hát ugye a helyzet az a következő, hogy hosszú évek óta zajlik az a politikai csatározás Brüsszel és Magyarország között, hogy mindenfajta konkrétum nélkül dörgedelmes kritikák hangoznak el, aminek röviden úgy lehetne összefoglalni a tartalmát, hogy minden úgy rossz, ahogy van szerintük Magyarországon. A helyzet ugyanakkor az, hogy ennek a kérdésnek az eldöntésére egyedül a magyar választópolgárok hivatottak, és hogyhogy nem 2010-et követően, 14-ben, 18-ban, meg 22-ben is a megelőző 4, 8, illetve 12 évben folytatott út követése mellett döntöttek, nem is kis többséggel. Mi hosszú idő óta azt mondtuk, és ez nagy siker, hogy végre az Európai Bizottság ne általánosságokban beszéljen, ne lózungokat fogalmazzon meg, hogyha van konkrét javaslata, hogy a meglévő magyarországi intézmények működésén túl az Európai Uniós források még tökéletesebb felhasználását milyen új intézményekkel lehetne segíteni, akkor tegyenek erre javaslatot, mi ezt végig fogjuk gondolni, és minden építő javaslatot elfogadunk. Hosszú-hosszú, hát években mérhető küzdelem után végre az Európai Bizottság konkrét elképzeléseket fogalmazott meg, és lám-lám, ahogy konkrét elképzelések fogalmazódnak meg, ezeknek a konkrét elképzeléseknek a végrehajtásán, az alkalmazásán már meg tudtunk egyezni, úgyhogy azt az örömhírt tudom önöknek mondani, hogy a megegyezés irányába mutató tárgyalásokat folytat Magyarország és Brüsszel, a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői, és hogyha nem csupán a megegyezés irányába mutatóak majd ezek a tárgyalások, hanem létrejön a megegyezés, akkor minden létező eddigi akadály elhárul annak az útjából, hogy a jog szerint nekünk járó Európai Uniós fejlesztési forrásokat elérjük. Azt tudom önnek mondani, hogy ezeken a tárgyalásokon az én legjobb tudomásom szerint az Európai Bizottság képviselői részéről az az igény, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fel sem merült. Az, hogy ki a hiteles irányítója a korrupció ellenességnek, azt mi alapján választották ki? Lesz egy törvényjavaslat, a törvényjavaslat fogja pontosan leírni, hogy ez az intézmény, integritás hatóság, hogyha jól olvastam, hogyan működik, és az összes ilyen kérdésre választ ad. Legjobb tudomásom szerint, hogy az integritás hatóság, ez milyen logika szerint álljon föl, hogyan legyenek kiválasztva ennek az intézménynek a vezetőit, van egy irányba mutató szakmai, és ha jól értem, akkor lassan politikai elképzelés az Európai Bizottság és a magyar kormány között. Ez mindenféleképpen üdvös, ahogy elmondtuk, soha semmi takargatni valunk az uniós fejlesztési pénzek vagy a magyar közpénzek felhasználását illetően nem volt, amikor konkrét felméréseket készítettek. Tehát például az Európai Csalás Elleni Hivatal az összeállításokat készített arról, hogy Magyarországon hogyan néz ki az egy ajánlattétellel megvalósuló közbeszerzéseknek az aránya az összközbeszerzésekhez képest, meg az Európai Unió más országaiban, akkor ezek a felmérések mindig azt mutatták, hogy a magyar mutató az az Európai Unió átlaga alatt van. Tehát Magyarországon sokkal kisebb arányú. Azt mondja a brüsszeli bizottság, hogy még kisebb legyen, ez közös törekvésünk, de még egyszer mondom, most a tények azok azt mutatják, hogy az Európai Unió átlagához képest az egy ajánlattétellel megvalósuló közbeszerzéseknek az aránya az kisebb, mint az Európai Unió átlaga. Ehhez képest ezt a magyar átlagnál magasabb Európai Uniós átlagot létrehozó uniós tagországokkal kapcsolatban nem látom azt a dörgedelmes fellépést az Európai Bizottság részéről, hogy ott is csökkenjenek az egy ajánlattételes közbeszerzések. Ölner Pált visszafogadják esetleg, ha jönne oda dolgozni? Azt gondolom, hogy Ölner Pálnak most megvan a maga dolga, ez pedig nem más, mint sem, hogy egy nagyon súlyos váddal kapcsolatban
gyanúsítás kapcsolatban megindult büntetőeljárásban tisztázza a helyzetet, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő idejét ezt most mindenben lefoglalja.